A trianoni békediktátum 95. évfordulóján a Városunk Beli Te Ügyet Kör Polgári Társulás és a Dél-Komáromi Endres csoport megemlékezést és fáklyás sétát tartott. A református templomban Molnár Árpád lelkész arról szólt, hogy a magyar családokban, a gyülekezetekben vagy más közösségekben mélyen ott élnek a 95 évvel ezelőtti történések, és máig keresjük a miérteket, az okokat. Csoda-e, hogy Trianon ennyire meghatározza életünket, beszélgetéseinket, tette fel a kérdést, melyre a választ is megadta. Nem, hiszen mélyen beleégtek lelkünkbe az ismert versorok, nem lehet feledni. Beszélni kell róla, mert ha nem tesszük, belebetegszik a lelkünk, hiszen a veszteséget meg kell gyászolni. A megemlékezés a templommal szembeni udvarban, a Trianon emlékműnél folytatódott, ahol Eperés Károly, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész szólt az egybegyűltekhez. Azokat a Trianon fájdalomból fakadó, üdvderítő verseket szeretem, mint például Babics Eucharisztiáját, Szent Kenyér Háladás, aminél olyan receptet kaphatunk, ami nemzet megtartó. Utolsó négy sora, hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá, s nőjünk az ég felé testvérnépek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál a nap. A megemlékezés fáklyás felvonulással folytatódott, majd a két Komárom összetartozását jelképező turulszobor emlékműnél helyezték el koszorúikat az emlékezők.